Sziasztok! Ma egy ajándékötletet fogok mutatni nektek, amivel igazából még nem vagytok elkésve, mivel nagyon egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni, és igazából ezt már talán szerintem a boltokban láthattátok, és meg ennyi internetes felületen, de most én megmutatom nektek, hogy hogyan is lehet ezt egyszerűen otthon is elkészíteni. But that was then, so long ago. I told you then, like I say now, that we were golden. Now you're not here, you brought us down. I told you so. Oh, how I wish I didn't care that we were okay. És a legvégén egy csomagoló anyag, amivel szépen be tudjátok csomagolni a szeretteiteknek. De nézzük is, hogyan készül el ez a csodás kis ajándék. Először külön keverjük össze a száraz és a nedves összetevőket, vagy öntsük össze őket, és az elegyet dolgozzuk masszává. És csak 100% biztonságú író olajat használj, különben a bőrödön piros kiütések is jelentkezhetnek. Általában pár óra múltán a bőrödet elmúlnak. Ha ez az illóolaj 100%-ot tisztaságú, ez általában rá szokták írni az üvegére, azonban vigyázz, nehogy készítés során víz érje a masszát, mert elkezd bezsegni és tönkre megy, mielőtt felhasználnád. Majd nyomkodjuk a szilika formába, jó erősen, és tegyük hűvös helyre szippadni. Fontos, hogy nagyon nyomkod össze, különben szétesik. Jó tesz neki, ha 2-3 napig is szikkad, de ha sürgős, 2 óra pihenés után is csomagolható és ajándékozható. Készen is vagyunk a fűtőpombáinkkal, most már nincs más teendünk, mint becsomagolni és a farra tenni karácsonykor.